a gyanús fazék. Hol volt, hol nem volt, ahol a kurta farkú malac túrt, volt egyszer egy kíváncsi fiúcska. Nagyon tetszett neki a pásztor élet, így hát minden reggel kiült kiskörös központjában a kakasülőre, és onnan figyelte, ahogy a kondás legény kihajtotta a disznókat a legelőre városon át. A fiúcska vágyakozva nézte, ahogy az engedelmes disznók kondába verődnek, és szót fogadnak a ragyás kanásznak. Igen, igen, a pásztor legényt a fiúcska már arról is messziről megismerte, hogy akár sütött a nap, akár fújt a szél, az mindig vakaródzott. Amikor a konda a kakasülőhöz a legközelebbért, a fiúcska mindig döbbenten nézte, mennyi seb, mennyi kelés van a kanász bőrén. Egyszer, amikor kora reggel már ott ült a fiúcska a kakasülőn, nagy zsivajra lett figyelmes, még mielőtt a kanász megérkezett a malacokkal. Asszonyok álltak a Rákóczi munkácsi Jókai utca kereszteződésében. Ahogy közelebb ment a fiúcska, látta ám, hogy egy csorbult, ronda, ázott gabonával teli agyagfazekat állnak körbe, és úgy tereferélnek. Kicsit még közelebb lopta magát, és hallotta, azon tanakodnak az asszonyok, ugyan mi lehet az. Nem menj hozzá közelebb, Isten tudja mi ez, mondta az egyik. Szerintem is rontás hozhat szegény fejünkre jobb, ha nem érintjük meg. Így a másik. Nem babona, hanem kabona ez, viccelődött egy további. Ám ekkor a hátsó sorból megszólalt egy főfödős, ráncos öregasszony. Vigyázzanak csak vele! Rántás való bele, de rontás van benne. Nyavajás betegségek hordozója lehet. Valahol vidéken hallottam egyszer régen, hogy azt tesz ki ilyen edény köszemlére, aki valamely förtelmes betegséget akarja így átruházni. Mondta, majd sarkon fordult, és ott hagyta a kötényük alá rejtett kézzel bámészkodó, plegykáló asszonyokat. Biztos, ami biztos. Egyik sem ment közelebb, és nem is értek az edényhez. Nehogy valóban valami betegséget átvegyenek valakitől. Sutyorogtak tovább, és már majdnem szétszélettek köröle, amikor látják ám bolond jóskát fügyülészve biciklivel. Úgy tekerte a pedált, hogy a dróca már majd szétesett alatta. Amikor Jóska észrevette a sok asszonyságot, úgy döntött, még vadabbul és peckesebben tekert, hát ha valamelyiknek megtetszene, de azok eljöre csak nevettek és nevettek. Olyannyira, hogy még az agyagedéről is megfeledkeztek, amely az imént még mindennél jobban foglalkoztatta őket. A Jóska meg csak tekert és tekert, és mire szólt volna neki valaki, bizony már késő volt. A földön lévő fazekat nem vette észre, és mire észbe kapott, abba a kevésbe, ami volt néki, én neki ment, és elesett a biciklővel. Alig bírt felkelni, úgy bevert az agyagedénybe a csontjait. Elszégyelték magukat hirtelen az asszonyok, és mire Jóska feltápászkodott, a legtöbbje már túl volt heted-hét határon. Csak a kíváncsi fiúcska ült még mindig a kakasülőn látta, hogy a bolond Jóska feltápászkodik, azon mód itt is, ott is kaparózva, úgy, ahogy összeszedi magát, majd tovább áll. A történtektől izgatott fiúcskáta a konda hangja ébresztette fel ámulatából. Jött a pásztorlegény, hajtotta a disznókat bőg atyában, népdalokat dúdolva. Nézi a fiúcska, hogy mi a furcsa, mi a furcsa rajta, s hirtelen rászmélt, hogy a kondás sehol egy pír, egy duzzanat, eltűnt róla az előző nap még egész testét elborító ragya. Leugrott a kakasülőről a gyerek, hazáig rohant, és mindenkinek elmesélte, hogyan gyógyult meg kedvenc legénye. Ha Rákóczi, Munkácsi, Jókai utca sarkán jártok, nézzetek jól körül, hiszen lehet, hogy még most is ott ül, és ezt a történetet regéli éjt-nappal látéve mindenkinek.